Hello, ez itt újra a Slejm, a torkolgat politika hétköziadása, a Feles. Amiben szerdánként igyekszünk osztatni a ködöt alapvető politikai kérdésekkel kapcsolatban, hogy pontosabban lássuk, miről is van szó valójában. Válság van a baloldalon. A baloldal ma válságban van! Fordítsuk bárhová a fejünket, idehaza és a nagyvilágban is a baloldal válságáról szólnak a híradások. Itt vannak a számok az európai baloldal hanyatlásáról. A baloldali pártok százalékos szavazataránya néhány európai országban a 2000-hez, illetve a 2016-hoz legközelebbi választásokon. Amint látják, az egyetlen Franciaországot kivéve a baloldal mindenütt lefelé tart. Persze Franciaországban sem olyan rózsás a helyzet. A felmérések szerint az idei elnökválasztás második fordulójában nagy eséllyel nem is jut be majd baloldali jelölt, így a szélsőjobb fog összecsapni a mérsékelt jobboldal valamelyik jelöltjével. A tény, hogy a szélső jobboldali Marine Le Pennek vannak a legkomolyabb esélyei a győzelemre, már önmagában mutatja, hogy a hagyományos jobboldal is ugyanolyan válságban van, mint a baloldal. A tavalyi év két legnagyobb horderejű eseménye is ezt bizonyítja. Nagy-Britannia kormánypártja képtelen volt ellentartani egy nála sokkal kisebb szélsőjobbos pártnak, hogy megakadályozza a Brexit kampány sikerét, és ugyanígy az amerikai republikánusok is bambán álltak, miközben Donald Trump kívülről átvette a párt fölötti uralmat. How tough is it to take a property from an elderly woman? Let me talk quiet. Trump pont úgy csicskáztatta végig a republikánus párt összes nagyágyúját, ahogy itt a Bush dinasztia sarjával teszi. Nincs mit ezen szépíteni, a szélsőséges demagogok épp úgy trappolnak át a régi jobboldalon, mint hogy a baloldalon, és miközben az utóbbinak a válságán naponta siránkozunk, a jobboldalit észre sem vesszük. Uraim, megtiszteltetés volt önökkel játszani. Épp azért, mert válságban van, ideje feltennünk a kérdést, hogy valójában mi is az a jobboldal? Mi köti össze a menekült ellenes Orbán Viktort és a menekülteket befogadó kereszténydemokrata Angela Merkelt? Mitől lesz egyszerre jobboldali a melegházasságot támogató brit ex-miniszterelnök David Cameron és az ezt aberrációnak tartó Semjén Zsolt? Hogyan kerülnek egy kalapba az olyan jobboldali politikusok, mint Konrad Adenauer, Robert Schuman, vagy Alcide de Gasperi, akik az Európai Unió megalapításán fáradoztak, és azok, akik ezt most szétbarolni próbálják. A jobboldal első és legfontosabb jellemzője az, ahogyan az egyenlőtlenségekhez viszonyul. A jobboldal szerint az egyenlőtlenségek a világ legtermészetesebb dolgai, és a politikának nem feladata, hogy foglalkozzon ezekkel. A nők természetüktől fogva töltenek be alárendelt szerepet, a szegények azért szegények, mert nem dolgoznak eleget és vagy buták, a kisebbségeknek pedig legyenek etnikai kisebbségek, mint az erdélyi magyarok, vagy éppen bevándorlók vagy melegek, el kell fogadniuk, hogy nem élvezhetnek egyenlő jogokat a többségi társadalom tagjaival egy államon belül, ugyanis az állam a többség tulajdona. A jobboldal tehát a fennálló hierarchiák képviselője, így tehát nem veszi figyelembe, hogy az egyenlőtlenségek nem a természet törvényei, nem maguktól léteznek, hanem évszázadok során alakították ki őket a mindenkori elitek, és éppen ezért nem többek, mint az elnyomásnak az eszközei. Így az egyenlőtlenségek mindig is az erősek és gazdagok hasznát fogják szolgálni, hogy azok továbbra is megőrizhessék saját pozíciójukat. Vagyis ne csodálkozunk, amikor azt látjuk, hogy a politikai és gazdasági elit szembe helyezkedik az egyenlősítő törekvésekkel. Jól felfogott érdekét követve tesz így. Az a riogatás, hogy nem marad pénz a romák segélyére, akkor én azt mondom, hogy az lenne a jó, mert a segély okozza a nyomort. A jobboldal mindig három érvet hoz fel bármilyen intézkedés ellen, amely az egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat csökkenteni. Első, a beavatkozás pervers hatásokkal járna, vagyis épp saját szándékával ellentétben tovább növelni az egyenlőtlenségeket és a nyomort. Lásd Puzsért az iménti bejátszásban. Második, a beavatkozás fölösleges lenne, mert a természetes hierarchiák úgyis újra termelnék magukat. És végül, hármas, a beavatkozás veszélyes, mert a végeredmény sokkal rosszabb lenne, mint az eredeti állapot. Ez utóbbi érv alátámasztására a jobboldaliak előszeretetten emlegetik fel a szovjet rendszerek bűneit. I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it have it for that.
Persze nem minden jobboldali vonja le ugyanazokat a következtetéseket. A mai szélsőjobb például határozottan az egyenlőtlenség pártjára áll, úgy, hogy közben meg is veti azokat, akiket a rendszer legalúra kényszerített. Aki erre nem képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér. Azt gondolom, aki nem vitte semmire az életbe, az annyit is ér, ezt tudom mondani. A 80-as, 90-es évek jobboldala világszerte azt hitte, hogy ha szabad kezet ad a gazdagoknak, és a teljesítmény elviséget részesíti előnyben, akkor a jólét majd lecsorog az alsóbb rétegekhez. Ehhez képest az történt, hogy amiközben a gazdagok még gazdagabbak lettek, az átlag emberek jövedelme stagnált, vagy épp csökkent. De semmiképp sem lett magasabb. Itthon például a 100 leggazdagabb magyar vagyona 2002 és 2015 között meg négyszereződött, miközben a maradék 10 millió vagyona ma is alig valamivel haladja csak meg a 2002-es szintet. Persze vannak olyan jobboldaliak is, akik hisznek abban, hogy az államnak szerepet kell vállalnia a polgárai közötti egyenlőtlenségek csökkentésében, például az oktatás által növelni az esélyegyenlőséget, hogy létezzen kitörési lehetőség a szegényebb családokban született gyerekek számára is, de ők napról napra kevesebben vannak. He believed that creating new, untested structures of governance based on theory alone was to play a dangerous game. For Burke, radical change based on pure reasoning was both unworkable and immoral. Instead, he saw politics as an empirical science that should be based on past experience and tradition. Hosszú ideig a jobboldal alapvető jellemzője a radikális változással és forradalommal szembeni ellenszem volt, ahogyan azt az angol Edmund Burke francia forradalom elleni kritikájában lefektette. Burke nyomán a jobboldalak úgy tartották, hogy az ilyen féktelen, utópiák által vezérelt politika csak veszélyes lehet, és ehelyett az önmérséklet és a korlátozott hatalom gyakorlás útját kell járni. Ez az a pont, ahol a mérsékelt és szélsőséges jobboldal elválik egymástól. Mind a mérsékelt, mind a szélsőséges jobboldal tiszteli a hierarchiát, az egyenlőtlenségeket nem tartja negatívumnak. Mind a kettő hangsúlyozza a közösségek, például a nemzetek fontosságát és a hagyomány szerepét. De a mérsékelt jobboldal mindezt a képviseleti demokrácia, a fékek és ellensúlyok, illetve a hatalmi ágak szétválasztásának keretén belül képzeli el. A modern képviseleti demokrácia megalapozóinak egy jelentős része, Burke mellett az amerikai alapítóatyák, vagy épp a francia Alexis de Tocqueville, jobboldali, konzervatív gondolkodó volt, akik éppen a forradalmi túlkapások és a társadalmat felforgató demagógok ellen hozták létre az önmérséklet politikai rendszerét. Vagyis tisztában fogalmazva, hogy minél inkább kívül tartsák a fránya, megbízhatatlan tömegeket a tényleges politikai döntések meghozatalából. Kedves barátaim, nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyarországon megtörtént a 6. szabad választás. Sokkal nagyobb dolog történt a mai napon Magyarországon. Ma forradalom történt a szavazófülkékben. Az ilyen mondatok hallatán az európai és amerikai konzervativizmus nagyjai valószínűleg eldobálták volna a parókáikat és hanyat homlok rohantak volna szerteszét. Hierarchia, rend, hagyomány, nemzet, vallás, ezek mind olyan elvek, amelyek valamilyen formában jellemzik a jobboldalt. Vannak, akik az állam minél kisebb szerepvállalását, a szabadpiacot és az alacsony adózást helyezik a középpontba. Vannak, akik a nemzetet, mások pedig a vallást tennék meg a társadalom szervező elvévé. Egyesek szerint az egyén gazdasági és politikai szabadságjogait és a szabad piacot kell megvédeni, mások szerint a hagyományokat és a közösséget. Vannak olyanok is, akik egyedül képviselik a többséget és annak érdekeit az idegen, kozmopolita elittel szemben, mások pedig egyenesen a felsőbbrendűség és kirekesztés ügynökeiként lépnek fel. Manapság leginkább az utóbbiak, a jobboldali demagógok és szélsőségesek érezhetik nyerekben magukat. A mérsékelt jobboldal válsága pedig a baloldalihoz hasonlóan a be nem váltott ígéretek és a kifáradt értéktöltet nyakába varható. Ám, míg a baloldal válságáról elindult valamilyen, igaz kezdetleges párbeszéd, a jobboldal esetében még itt sem tartunk, csak a közép egyre hangsúlyosabb szélre tolódásának lehetünk tanúi. Pedig függetlenül attól, hogy egyetértünk velük vagy sem, egy kiegyensúlyozott demokráciának légy szükséglete, egy választókat inspirálni képes, nem az elnyomásuk fokozására szerveződő, hanem pozitív mondanivalóval rendelkező, mérsékelt jobboldal.
Nagyon köszi a figyelmet, ez volt ezen a héten az újraindult Feles, tehát ettől a héttől kezdődően visszállunk a régi rendszerre, és minden héten kettő videóval fogunk jelentkezni, legközelebb tehát szombaton a hétvége lesz majd nagy adás. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, lájkold ezt a videót, oszd meg az ismerőseiddel, ha van kérdésed vagy felvetésed, akkor kommenteld be ide a videó alá, és akkor vitatkozhatunk az elhangzottakról. Már csak azért is iratkozz fel a csatornára, mert alig 200 feliratkozó kell még ahhoz, hogy átlépjük a 10 000. feliratkozót, és ha ez megtörtént, akkor készítünk egy különleges, exkluzív videót nektek, aminek a témáját ti határozhatjátok meg. Látogass el a Facebook oldalunkra, egyébként lájkold az oldalt, ha ezt addig még nem tetted meg, és ott a legfelső posztba írd be, hogy miről szeretnéd, hogy szóljon ez az exkluzív videó, és a legtöbb lájkot kapott témafelvetés alapján fogjuk majd ezt elkészíteni, amint a 10 000. Feliratkozót is a körünkben köszönhetjük. Kövess minket Tumblr-ön, Instagramon, vagy kérdezz tőlünk Ask FM-en. Ha pedig szeretnéd támogatni a munkánkat, akkor a patreon.com/slimeshow oldalon havonta $5 hozzájárulhatsz ahhoz, hogy további videókat tudjunk készíteni. Ha pedig ennél is több pénzt szánnál a működésünkre, akkor különböző ajándékokkal halmozunk el, hogy pontosan mik ezek az ajándékok, azokat megnézheted szintén ezen az oldalon. Ha pedig nem csak fogyasztani szeretnéd a politikai tartalmakat, hanem szeretnéd tenni is azért, hogy a politika változzon Magyarországon, akkor gyere és csatlakozz be a Közös Ország Klubba, dobj egy e-mailt a közösországklub@gmail.com címre, és egy válasz e-mailben elküldjük a további tudnivalókat. Legközelebb tehát a hétvégén találkozunk, addig is, ciao!